Kisfalvi Krisztina, Selmeci Roland, Snell Ádám, Kocsis Marian, Csőre Gábor, Menszátor Magdolna, Rohatis Andrea, Orosz Helga, Halász Aranka, Sesták Szabolcs, Szokol Péter, Tóth Roland, Makai Andrea, Úri István. Magyar szöveg Móri Anna Mária, hangmérnök Hídvégi Csaba, Vágó Ullmann Gábor, rendezőasszisztens Szász Andrea, jártásvezető Albecker Gabriella, szinkronrendező Csík Csaba Krisztián, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Szia, Gina! Jó reggelt, Margó! Szerelmes vagyok! Na ne, már megint! Tudod, hogy hívják Ivánnak? Én sosem leszek szerelmes. Mondd, most viccelsz, minden ujjadra találnál pasit, de te csak az álomvilágodban élsz, Gina. Ha te mondod, szóval... Mit csinál ez az Iván? Ő egy kommunista, és ide diszidált. Melyik országból? Nem tudom, ezek az országok folyton megváltoztatják a nevüket. Na mindegy, Iván szerint hamarosan ismét feltámad a proletariátus. Remek, megnéznélek, amint a proletariátusért harcolsz. És tudja, hogy mi a foglalkozásod? Nem, igen, de nem hibáztat, azt mondja, csak kihasználnak. A női ruhaosztály szolgája vagyok. Jut eszembe, szükségem lenne rád holnap ebédidőben egy divat bemutatóhoz. Hogyhogy? Az egyik lány beteg lett, és fogalmam sincs, mit csinálok, ha nem segítesz, kérlek. Jó, számíthatsz rám. De most mennem kell. Szia! Gina, az elvtársnő az valami becenév? Olyanok, mint sok kis szemgolyó, nem? Szaftos kis szemgolyócskák, nézd csak meg, hogy bámulnak kifelé abból a tálból. Nem értem, miért élelmiszerboltot nyitott, ha ennyire utálja. Hidd el, nem így képzeltem az életemet, jégtáncos akartam lenni, de a sors csúnyán áthúzta a számításaimat. Undorító. Miss Nardino? Vásárló? Ön szolgálja ki, jó? Kérem, Mr. Butterhand. Már megint? Nem azért vagy itt, hogy kiszolgálj? Tegye meg nekem, kérem, csak most az egyszer, rendben. Jó reggelt, Mr. Everett. Jó reggelt, Hector. Mit tehetek önért? Friss a kaviárjuk? Igen, uram. Ma érkezett egyenesen Oroszországból. Melyikből adhatok, Mr. Everett? Képzeld, ma megint láttam őt. Azt a jóképű pasit, és beszéltetek? Megint leblokkoltál. Miért csinálod Nem ezt? Tudom. Olyan, mintha Robert Redford és Paul Newman lenne összegyúrva. Hihetetlen. Ide figyelj. Ő is csak egy ember. Hiába gazdag. Iván szerint mindannyiunknak össze kell fogni, hogy megdöntsük a... Nem tudom mit, mert ha... sikerül, akkor sokkal jobb lesz a világ. Ezen gondolkodj el. Édesem! Hey, baby! Szállj be! Hé, szépsége! Mi az? Már meg sem akarsz ismerni? Kus legyen, Vini. Ez meg mi? Valami ingyentség? Igen, libamáj pástétom. Ma jár le a szavatossága, kérsz? Dehogy. Add oda Márkusznak. Tessék, segíts! Hogy vezethetsz limuzint, ha nincs is jogsid? Nem tudják. Itt nem aggódnak. Hé! Hey, nem találod ki, hogy ma kit fuvaroztam? Anya, képzeld el! Vinni ma egy igazi hercegnőt vitt a Pláza Hotelba. Csak a bőröngyét, már mondtam, hogy csak a bőröngyét. Hallod ezt? Előre küldte a bőröngyeit. Pont úgy, mint a filmekben. Szia, anya. Szia. Mi volt a melóhelyen? A szokásos. Micsoda színésznő. Mi történt magával? Ezt már láttam egy párszor. Szegény Betty Davis megint meghal. Szerinted nem mondta, hogy minden filmben meg kell halnia? Hogy hívják ezt a hercegnőt? Contessa Sofia di Sarzanello. Genovai. Á, az észak-olaszok. Sofia di Sarzanello, egy hercegnő? Micsoda név. Na. A ruháinak is jobb dolga van, mint nekem. Apám, ha csak egy napra a helyébe léphetnék. Megnézted a cuccait, Vini? Micsoda? Azt hiszed, hogy kutakodtam? Állatiak a ruhái. Mel? Igen? Mit mondott a doki? Mi a baj a Márkusznak? A dögnek köszvénye van. Köszvénye? Az a gazdagok betegsége. Az állatorvos gazdag. Biztos tőle kapta el. De mitől lett köszvénye? Isten tudja. Mi van? Jó kis kutya. Ó, Gina. Csodálatosan néz ki. Ez meg mi? Ravioli alla Burgio. Aha. A Burgiót azt látom, de hol van a ravioli? Mi túl sokat eszünk, Mel. Anya az egyetlen olasz Brooklynban, aki ezt mondja. Ez novel. Ó, hallottad ezt, Mel? Ez nagyon franciás, drágám. De ez olasz vacsora. Gina, szépsége, hadd mutassak neked valamit. Nézd! Látod? Hm? Így kell olaszosan tálalni. Ha? Gyere, gyere. Az olasz kaja olyan, mint az ölelés. Nem lehet csak félig ölelni. Luka bácsi tud? Pofa bevinni. Finom volt a vacsi. Ismered apát? Nem szeret éhes maradni. Ez a család osztályon aluli. Hé, egy nap lesz saját éttermed, és ott olyan kis adagot szolgálsz fel, amilyet csak akarsz. Te sohasem vágysz többre, Vini. Te sosem álmodsz arról, hogy előkelő helyen élsz, ahol jó kajákat eszel, és rengeteg időd van. Nem. Egész nap különlegességeket adok el gazdagoknak. Mi van azután, hogy hazaviszik és felszolgálják? Megzabálják, meghíznak és kipurcannak. Én tudod, mire vágyom? Egy jó nőre. Egy jó kis foci meccsre hétfőnként. És egy melóhelyre, ami kedden reggel vár. Én többre vágyom. Mint az a hogy is hívják hercegnő. Vincenzo, hozza ide a Ferrarit. Milánóba utazom, és vissza sem jövök egészen szerdáig. Ciao Federico, ciao Marcello. Hé, kus legyen! Maga kussoljon. Paraszt. Gyere, Contessa, segíts mosogatni. Nekem semmi kedvem ehhez az idióta ruhaparádéhoz. Divat bemutató, kedvesem. Nem öltözködhetsz egész életedben holmi turkálókból. Buba! Buba! A következő ház az. Igen, asszonyom. Hogy élhet ilyen névvel? De neki tetszik. Sinclair, megmondanád kérlek a húgodnak, milyen fontos az első bál? Szerintem ő tisztában van vele. Helena, első bálozónak lenni... Fasiszta! Nem beszélt így, amíg nem a demokratáké volt a hatalom. Helena, engem is bemutattak, és téged is bemutatunk azoknak, akik egy szép napon... A világ urai lesznek. Nos, túl cserfes vagy. Ez nem áll jól. Ablakmosást, asszonyom? Édes Istenem! Szia, Dawson! Mi újság, hugikám? Dawson, túl közel vagy. Mi van, ha a kocsi alá kerülsz? A végén megölöd magad. Lesz buli szombaton, anya? Csupa előkelő ember lesz ott. Elvárom, hogy az alkalomhoz illően öltöz. Oh, és ami a kísérődet illeti... Majd Szonyát hozom. Ne, inkább az előadó művés. Semmiképpen sem. Nem akarom, hogy megint íjász bemutatót rendezzen a házamban. Csak a párnákat juggat. Már meghívtam neked Palmer Hewittot. Palmert, de anya! Ő annyira unalmas. Akkor is ő lesz a kísérője. A férje üzleti úton van a Közel-Keleten. A helyében én is elmenekültem. Jó példát mutathat egyeseknek. Rendben, nyertél. Jó az akót, bracsó. Viszlát. Ó, azért rossz kisfiam. Nos, Dawsont elrontottam, de téged nem foglak. Most, ahogy megegyeztünk, kislányom, 10 percet adok, hogy elmenj és megvedd azokat a szörnyűséges műbogarakat. Műcsalit. Aztán irány a bemutató. Lányok, mit szóltok? Elnézést! Nem látja, hogy fordítva van? Láj, Gina, te elhiszed ezt, meghalok. Hamarosan holtan esek össze, itt ezen a szent. Nyugalom, Margó, remekül vagy. Minden rendben. Nem, drágaságom, a Gucci-t először, csak aztán az álmanit, és tegyél fel gyöngysort. Én mit vegyek fel? Ó, gyönyörű ruhát néztem ki. Te ezt veszed fel? Sötét szemüveggel. Ne feledd, hétköznapian elegáns. Ez egy nagyon fontos ruha, érted? Látsz, hogy fontosnak? Jól látom, hogy mi van magán? Ezen a bemutatón kizárt, hogy ezt viselje. Ó, ezt nézd meg. Hát nem csodálatos, Sinclair? És ez is gyönyörű. Mindkettő igazi mestermunka. Elraknád azokat a mi csodákat, Helena? Ezek műcsalik, mama. Tudod, helyettesítik az igazi csalit. A hal bekaphatja. Ne legyél vulgáris, kislányom. Kezdek szédülni, ez a terem úszik a Chanelben. Karamba! Gina? Fiúkák! Gina, te vagy az? No. Én Contessa Sofia di Sarzanello vagyok. Ki? Vi ricordate quei giorni a Venezia, no? Ez meg mit mondott? Azt, hogy ronda vagy. Mama, könyörgök, könyörgök, menjünk innen! Drágám, uralkodj magadon! Drágám! Ó, Contessa di Sarzanello! Mióta is? Túl rég. Sinclair! Pillanat, anya! Oh, Dio, che noia! Già mi manca Roma! Contessa? Sì? A nevem Sinclair Everett. Boldog vagyok, hogy végre láthatom. Még szebb, mint gondoltam. Grazie. Gina! Olvastam, hogy ön a városban van. Arra gondoltam, hogy mivel a családom Helena húgomnak partit rendez, amin közeli barátaink vesznek részt, megtisztelhetne minket a jelenlétével ön és az édesapja is, természetesen amennyiben elfoglaltságuk engedi. Na? Nagyon szívesen. De papa nagyon elfoglalt. Akkor a névjegyem. Önért küldöm a sofőrömet. Hol szállt meg? A plázában. De nekem van sofőröm. Ó, persze. Nos, akkor szombaton. Emeld a hátsódat, Contessa, te jössz! Margó! Igen, Isten hozott a földön. Tudom, szörnyű az ébredés. Emlékszel ránk, ugye? Igen, drágám, újra itthon. Margó, én most nem mehetek ki oda, hiszen látott. Bonnie, fölvennéd ezt a ruhát? Persze. Kösz, Margó. Az adósom vagy. Ez lehetetlen. Ezt nem hiszem el. Az ördögben voltál? Meghívtam Contessa di Sarzanellót. Nem. Ó, Sinclair. Ó, bátyukám. Hogy? Mit csinál? Földasszonyai! Istenem! Vessétek le prémes békóitokat! Ússzatok ki messze mesztelenül a kapitalizmus posványából, a földanyái vagytok! Igen! Fedetlenül, ruhátlanul, mesztelenül szoktassátok a forradalom fiait! Szeretlek, Margó! Most mit csinálsz, kislány? Hát elmegyek. Rossz válasz. Mi történhet? Mondjuk lebuksz. Kínos helyzetbe kerültök. Örökre megutál. Bánatodban megölöd magad. Floyd, egész életemben arra vártam, hogy ilyen elegáns legyek, ennyire előkelő. Ma, amikor felvettem azt a ruhát és kezet csókolt, olyan volt, mintha én is egy romantikus film hősnője lennék. És szeretném megint azt érezni. Akkor is, ha csak egy estére. Nagyon könnyen elcsúszhatsz, Chiquita. Vigyázz, kicsim. Fél óra múlva vissza kell érnem a városba. Biztos, hogy el akarsz menni? Hé, hozzád beszélek, hercegnőm. Hé, a fenébe is, már épp megvolt a figurám, mi van? Jó estét, Mrs. Hewitt. Azért csinálod, hogy irritálj? Azért csinálom, mert kényelmes, Palmer. Smoking edzőcipővel? Egy hercegnő is itt lesz, az apjái egész. Szicília vagy mi. Ha sértésnek veszi a cipődet, akkor... Nem kell aggódnod, legalább 100-szor megsértem, mielőtt a cipőmre nézne, rendben. Megtennél egy aprócska szívességet? Mi lenne az, kedvesem? Vedd fel. Ó, egy pillanat, már is. Elnézést, uram! Hé, maga, aki parkol! Uram! Mit csinálsz, ha előkerül az igazi kontessza? Akkor megmondom neki. Addigra már úgysem fog számítani. Az enyém lesz. Álmodoz csak. Hé, amikor Frankivel rendőröknek adtátok ki magatokat, hogy bejussatok a striptease bárba, szóltam egy szót is. És amikor elkötöttétek Rita Milával a vízimentők hajóját, beárultalak a szüleinknek? Ha? Ez most az én kalandom, te csak vezess és pofa be az Isten szerelmére! Nem szabad elveszítenem az önuralmam. Palmer, szervusz, drágám! Csodásan nézel ki! Hol van Dawson? Nem feledkeztél meg róla? Odakint van. Jól van. Ezt nevezem. Megjöttünk. Ó, apám. Jó van, jó van. Köszönöm, Vincent. Ne felejtsd el, 11 órára itt legyél, majd azt mondom Sinclairnek, hogy máshova is elígérkeztem, érted? Igen, igen, igen. Mit csináltál? Egészben kell visszavinnem a ruhát, különben Margot megöl. Hogy nézek ki? Elmegyek hercegnőnek. Honnan tudjam? Jobban nézel ki, mint a csomagja. Vinny! Kívánj szerencsét! Brooklyni hercegnő. Sok szerencsét! Jó, nem láttam magát. Ó, én viszont láttam magát. Hogy mondja, uram? Dawson Everett, Sinclair öccse vagyok. Örülök. Contessa Sofia di Sarzanello. Contessa? Csak Sofia, kérem. Jöjjön. Az édesanyám már nagyon várja. Na, Jeremy, mi a helyzet? Csodálatos az otthona, Sinclair. Köszönöm. Én a minap kerestem önt a szállodában. de ott azt mondták, hogy még nem érkezett meg. Oh, ők semmit sem tudnak, nagyon ostobák. Az édesapám az, aki még nem érkezett meg. Ne haragudjon, hogy bámulom. De ön most még gyönyörűbb, ha ez lehetséges egyáltalán, mint amikor először láttam. Hello! Nem kér egy italt? Dawson, örülök, hogy látlak. Hogy vagy? Ó, remekül. Á, hercegnő. Contessa, édesanyám, Wallace Eden Everett. És Contessa Sofia di Sarzanello. Örülök, hogy megismerhetem, asszonyom. Ó, Contessa, csodálatosan néz ki. Annyira örülünk, hogy eljött. Ő a kislányom, Helena. Ó, Helen, nem igaz. Ő pedig Palmer Hewitt, családunk kedves barátja. Buonasera. A férje épp fontos kérdésekről tárgyal Szaúd-Arábiában. Hercegnő, annyira örülünk, hogy bár rövid ideig van New Yorkban, időt szakított ránk, igazán megtisztelő. Nem utasíthattam vissza ezt a meghívást. Hölgyeim, a pincér most informált, hogy készen áll leönteni a ruháikat. Oh, Contessa, jöjjön, sokan szeretnék megismerni. Feltételezem, hogy önök Sir Thomas Everett, a londoni királyi tőzsde alapítójának leszármazottai. Ó, igen. Ez aztán jól adja. Dawson, nézz utána azoknak a manhattani ingatlanoknak. Azonnal. Néhány napon belül az asztalodon az aktafőnök. Ha segítség kell, kiálts. Nos, nem vagy reménytelen eset, Helena. Még mindig lehet belőled úrinő. Azt akarod mondani, hogy a bátyám nem úrinő? Nem is leszek. Ah. Mit teszik anya ezen a nőn? Szerintem mellette előkelő leszek. Te már így is előkelő vagy. Néha. Szóval mit keres itt ez a hercegnő? Csak azt nem mondd, hogy neked is tetszik ez a nő. Nem, számomra túl veszélyes. Tényleg mondtam már, hogy imádom a sérót, hugikám. Ha. Egy évvel azelőtt, hogy apám meghalt, megépítette ezt a teraszt egy pízai villa teraszának a mintájára. Gyerekkoromban egyszer ott nyaraltunk. Ez nagyon csodálatos. Igen. De én nem szeretem a másolatokat. Az eredeti az igazi. Értem. De attól még gyönyörű vagy, nem? Talán még sokkal szebb, mert annyira szeretné, ha igazi lenne, ha megtalálná benne mindazt, amit keres. Azt hiszem, igaza van. Nekem ez még sose jutott eszembe. A vacsora tálalva. Hercegnő, ön a krumplipürét szereti, vagy a sült krumplit? Dawson. Sinclair, anya kérte, hogy segíts neki. Én majd gondoskodom a hercegnőről. Rendben. Elnézést, Sofia. Még látjuk egymást. Ó, Contessa, sokáig marad? Nem hiszem, nem. Azért eljöhetne velünk lovagolni. Nekünk everetteknek kitűnő lovaink vannak. Semmi sem fogható ahhoz, amikor a paripa vágtat velünk. Biztosan, de... Lovagol, nem? Lovagolok? Hát persze, minden családtagunk kitűnő lovas. Gondolom spanyol lovardában tanult. Igen. Csak Spanyolországban lehet megtanulni. Ők a legjobb lovasok, nem? Ó, igen, azok a déli spanyolok. De ha Spanyolországban tanult, biztosan ült garridón. Hát, igen. Jobban is szeretem a garridót. Igen. Itt vagyunk. Apropó, Szigi, a spanyol lovasiskola Bécsben van, nem Spanyolországban, és Garrido az én könyvelőm. Ralph Garrido remek szakember. Keresd fel adó tanácsért. Ó, igen, hogy ne? Tudom, ezt meg fogom kérdezni. Nagyon kitett magáért meg. Én egyáltalán nem találtam. Hercegnő, azon tűnődtem, ismeri ön a Goldsmith családot? Hogyan? Nem, még nem találkoztam velük. Én csak nagyon kicsi embert ismerek itt New Yorkban. Ó, pedig ők igazán kicsik, nem igaz, anya? Körülbelül 150 centisek. Nem így értette. Ez az első látogatásom New Yorkba. Tudja, hogy itt Brooklynban van a földön a legnagyobb olasz kolónia, hercegnő? Ott biztosan otthon érezné magát. Valószínűleg. Ha már az olaszokról beszélünk, be kell vallanom, imádom a nyelvüket. Ha megkérem, mondana valamit olaszul? Hát persze. Beszél itt valaki olaszul? Nem, sajnos nem. Nos, akkor... Ti trovo più irritante di un bruffolo persistente e non mi fiderei di te più in là che posso sputare. Ó, Istenem, hát nem aranyos. Fogadok, hogy valami szépet mondott. Nagyon ideillő és megérdemelt. Olvastam valahol, hogy az édesapja ingatlanokat akar vásárolni New Yorkban. Mi ilyesmiről nem beszélünk. Ó, persze, hogy nem. Valóban? Úgy tudtam, hogy együtt dolgoznak, és ön azért van itt, hogy szétnézzen a piacon. Igen? Nos, néha én... Szerintem a hercegnő nem szereti kiteregetni a kártyáit. Igen. Én megpróbálok, hogy is mondjam, háttérben lenni. Jobb is, ha óvatos, mert a végén még eladják magának az összes lebontásra váró toronyházat. Dawson, kérlek. Miért? Ön mit csinál, Mr. Everett? Ügyvéd. Nagyon jó ügyvéd. Amellett, hogy kuncsaftjai vannak, az öcsém néha besegít az én vállalkozásomba is. Adatgyűjtésben és egyéb... Értem. Akkor hogy is mondják itt Amerikában? Egy piskóta, ugye? Nem az. Sinclair úgy értette, hogy gondoskodunk róla, hogy Dawsonnak ne legyen semmi gondja. Igaz, kedvesem? Drága hercegnő, ne tartson tolakodónak. A jövő héten lesz a lányom Helena első bálja. Anya! És nagyon örülnénk annak, hogyha ön is részt venne ezen a bálon. Túl sokat kérsz, anya. Igen, de Helena annyira örülne neki. Aha. Boldoggá tenne minket, Contessa. Nem, én igazán... Ó, szerintem ez nagyszerű. Vacsora előtt épp azt mondta nekem a hercegnő, mennyire szeretne részt venni egy ilyen bálon, hogy minél több embert megismerhessen. Nem így volt? Tessék, hát akkor boldog vagyok. Isteni volt, igazán. Nagyszerű társaság. Hercegnő, remekül néz ki Valentinoban. Grácie. Ezt én még Milánóban vettem. Kérem, megbocsátana Mrs. Hewitt? Persze. Gondolom, most magyarázatot akar. Ó, igen, nagyon moltó. Te, hogy is mondják itt Amerikában, lebuktál. De jól csinálod. Ki vagy? A nevem Gina Nardino. És hercegnő vagy? Nem. Én egy boltban dolgozom, a Watson és Blundelnél. Ott láttam Sinclairt már többször is. Hogy ilyen jól játszod a szerepet? Ez hosszú történet. Lehet, hogy el se hinném. Megszámoljam az ezüstöt, mielőtt távozol. Inkább dobd meg a zsebedből egy csokival. Te mindent észreveszel, igaz? Azt mondd meg, honnan tudtál Sir Thomas Everettről? Néha ebédszünetben könyvesboltba megyek. Ott láttam egy könyvet híres és gazdag emberekről, és beleolvastam. Jó sztori. Most mit akarsz csinálni? Nem tudom. És te mit fogsz csinálni? A bátyám szerint a pizza után te vagy a legjobb olasz dolog. Ő az én beteljesült álmom. Ugye, menj már, tényleg? Sinclair? Fura egy ízlésed van, hallod-e? De ha így van, előbb-utóbb meg kell mondanod neki az igazat. Hercegnő, hát itt van. Már mindenütt kerestem önt. Minden rendben? Ó, persze, a hercegnő és én csak játszottunk egy kicsit. És remekül szórakozunk. Piszkos kis titkokat mondunk egymásnak. Én bevallottam, hogy nem tudom megkülönböztetni Peti Gyúkot és kuzinját Ketit. Dawson? Elég ciki. Hiszen végül is az egyik Manhattanben nőtt fel, míg a másik... Brooklynban, ugye? Igen, azt hiszem. Na mindegy, mennem kell. Ciao. Ciao. Na szóval, piszkos kis titkok? Ez jól hangzik? Csak egy buta játék. Maga kezdi. Nem, bennem nincs semmi érdekes. Csak annyi vagyok, amit lát. Meséljen. Annyira szeretnék mindent tudni magáról. Igen. Nos, az imént bevallottam az öccsének, hogy én valójában nem... Én valójában nem maradhatok tovább Amerikában, mert holnap haza kell mennem. Ne mondja ezt. Miért? Sofia, az, hogy ma eljött, megerősítette bennem a vágyat, hogy újra lássam. Szeretnék találkozni önnel. De csak mi ketten. Most nem mehet haza, én nem engedem. Ígérje meg, hogy találkozunk a bál előtt. Csak mi. Igen, persze. A parti 9-kor kezdődik. 7-re magáért megyek. Megmondtad? Nem. És ha te elárulsz, megkeserítem az életedet. Életed végéig a nyomodban leszek, még akkor is, hogyha a föld legeldugottabb zugába mész. Aztán megöllek. Lassan. Örülök, hogy találkoztunk, Contessa. Szóval nem mondtad meg neki? Nem tudtam, és még Vininek sem mondtam el valamit. Valahogy be kell juttatnia a hercegnő lakosztályába. Hogy? Nos, én belementem, hogy Sinclair eljöjjön, értem, a bál előtt. Hogy kettesben legyünk. Ó, te jó Isten! Eleinte még poén volt, hogy kiadtad magad ennek a hercegnőnek, de ez nem volt elég, most már a szobáját is akarod? Te megőrültél! Margot megcsókolt, és azt mondta, hogy rabul ejtettem, hogy találkoznia kell velem. Kettesben. Oh, ezt ő mondta. Józanul? Én megfizethetek, hogy Ivánt kiengedjék a dutyiból a fenébe. Ó, te jó ég. Mi az? Nem vagyok itt. Csak mondd azt neki, hogy nem vagyok itt, rendben? Mi? Elnézést. Gina Nardino itt van, kérem? Nincs itt. De én segíthetek önnek? A bátyád is eljött? Nem. Ennyire meglepődtél? Bocsánat, nekem tetszik a szerkód. Sokkal jobban, mint a másik. Nagyon örülök. Én Gina legjobb barátnője vagyok. Szia, Margot. Szóval, hercegnőm, szépen berendezte a palotáját. A savanyúság meleg színei remekül mutatnak az amúgy rideg import szalámi mellett. Csak azt mondhatom, hogy én még ilyet nem láttam. Köszönöm. Tudod, nagyon finom csokink van, de az a bökkenő, hogy fizetni kell érte. Szólok a biztonságiaknak, hogy motozzanak meg. Nem kell, én csak a rokonaimtól lopok. Elmondtad Sinclairnek? Akartam, de sajna elaludtam egy rendkívül izgalmas beszélgetés közben. Ráadásul horkoltam is, úgyhogy... Nem folytathatnánk ezt a pénteki bál után? De igen, csak hogy utálom, ha átverik a bátyámat. Meglepő, de az unalmas ügyvéd külső alatt érző szívdobog. Tudod, az a ronda erezett szerv, ami miből is áll, kamrákból. Ez nekem nagyon fontos. Sinclairnek is. Pontosan tudom, mit érez. Ki tudna ellenállni egy nőnek, aki Este domperinyont iszik, nappal pedig domperinyont árul. Tényleg kedvel. Mesélj róla, mit szeret és mit nem szeret. Beszéljünk inkább rólam, az sokkal érdekesebb. Imádja a munkáját. Ami? Vállalati jog, ingatlan ügyletek. És még? Jaguárja van, amit szinte hisztérikusan imád. Nehogy valaha is a kocsiában fest ki magad, mert egy rózsfoltól elveszti a fejét. Egy büntetőjog vizsgán rólam másolta a megoldást, de a mai napig tagadja. Te olyan jó ügyvéd vagy. Most én jövök? Jó. Halak vagyok, a kedvenc színem. Miért jött zavarba a családod, amikor megkérdeztem, hogy mit csinálsz? Utálnak hencegni. Szerintem az a véleményük, hogy léhűtő vagy. Bagoly mondja verébnek, te pénzsóvár. Hogy mondhatod ezt? Ennek semmi köze sincsen a pénzhez. Amire én vágyom, elegancia és romantika. De ha segbe rúgnának, se ismernéd fel a romantikát. A romantika ilyeneket csinál. Nézd, azt hiszed, ismersz csak azért... Én jobban ismerlek, mint Sinclair. Azt hiszed, érdekelni fogod, ha megtudja, hogy ki vagy, hogy... Miért? Mi a baj velem? Tőlem kérdezed. Te akarsz más lenni, mint aki vagy. Figyelj, dolgoznom kell. Jól van. Már megyek is. Minden jót a bálban. Gondolom, tudod, hogy illik megjelenni egy ilyen helyen. Hogy illik? Tudod, hogy milyen színű ruhát nem vehetsz fel semmiképpen más nő első bálján? Há? És mit mondasz az első bálozónak? Hello, Szivi, 18 lettél, hurrá! Van valami, amit ilyenkor mondani kell. Ez egy nagyon formális bál. Hercegnőként minden mozdulatodat lesni fogják, de hát... Margó, szerdán jön hozzánk ruhapróbára. Rendben. Oh. Oh. Szia, mama! Szia! Mi volt ma a gyárban? A szokásos, de egyszer vége lesz. Ó, drágám, a kaméliás. Azonnal hozz orvost. Milyen gyönyörűen hal meg. 7 pont a 10-es skálán. Akkor a legszebbek, amikor meghalnak. Miért nem alszol? Beszélnem kell veled olyas valamiről, amit senki mással nem oszthatok meg. Csak hogy ragyogsz. Ragyogok. Hajnali 1 óra van. Normális ember már nem ragyog 9 után. Találkoztam a hercegemmel. Örökké egymásé leszünk. Érted, drágám? Mindig meghatódok, amikor meghal. Mama, ha teljesül álmaid románca, amire mindig vágytál, az egyáltalán nem bűn, ugye? Hogy érted ezt? Mint a filmekben. Úgy alakítod, ahogy azt te akarod. Mint a filmekben? Gina, tudod, miért szeretem ezeket? Mert olyan romantikusak. Azért, mert ez csak a képzelet, szívem. Az Istenért, hány éves vagy? Ez álomvilág, mi valóságban élünk, tudod, mi a különbség? Angie, gyere már aludni az Istenért. Beszélgetünk, nélkülem már aludni sem tudsz. Olyan hideg az ágy. Már is jövök. Mint már mondtam, tudj különbséget tenni a herceg és egy férfi között. Ha összekevered, csak összetörik a szívedet, azt tudni. Mama, én szerelmes vagyok. Pénteken egy előkelő bálba megyek. Nem örülnél velem egy kicsit? Ó, Gina, persze, hogy veled örülök. Na, gyere ide. Hogyha olyannak szeret, amilyen vagy, akkor nem lesz baj. Jó érzés tudni, hogy a férfi, aki szeret engem, álmatlanul fekszik az ágyában, pont úgy, ahogy én. Beleegyezett, hogy a bál előtt a lakosztályába menjek. Olyan simán ment. Remélem, az apja terveim megérik, hogy udvarolj neki. Az USA-ban nincs jogi képviselője. Még. Egy vagyont kereshetünk rajta. Azért légy óvatos, nem bízom benne. Meg megköszönte, amikor megdicsertem a Valentínóját, pedig az Dior ruha volt. Ah, gondolom több ezer ruhája van. Lehet, de azt mondta, Milánóban vette, pedig biztos, hogy itt. Más az, amit Amerikába hoznak. Én tudom. Itt vette. De miért hazudott? Miss Marple, ön nagyon gyanakvó. Egyikünknek muszáj. Ha akár csak egy pezsgő buborék rámegy erre a ruhára, Gina, én megöllek, megértetted? Jól van, Margó. Milyen kis duci volt, nem igaz? Anya! Nagyon sokáig volt kövér lány. Istenem, olyan volt, mint egy virsli, de aztán lefogyott. Nem zavar? Dawson, mondd tovább. Ah, persze. Jól van, lássuk. Ajándék. Valami nagyon drágát kell venned Helenának. Rám? Ne számíts. Ez nem lesz gond. Én már kinéztem valamit. Egy bogdanorsót. Iszonyú drága. Helena régóta akar egyet. Én akartam neki adni, de szívesen átengedem. Köszönd meg. Köszönöm. Jó. Á, a legfontosabb. Kinek kell küldeni az ajándékokat, illetve a köszönőkártyákat, amit az első bálozónak szánsz? A lányanyjának. Én is tudom. Miután vagy 10-szer elmondtam. Papa! Jól van, ugorjunk a táncokra. Kimerültségre hivatkozva mondhatsz nemet, ha felkérnek, és hidd el nekem, sokan felkérnek majd. Tudsz keringőzni és tangózni. Hogy van a lábujjad? Köszönöm, már gyógyul. Á, és még valami. Sose táncolj a kísérőt, de ez nagyon fontos. Ha megteszed, kiközösít a társaság. Egyedül csak az öccsével táncol. Vicces. Gina, fontos kérdés. Mit hord a skót a szoknyája alatt? Vinnie! Vinnie! Szereted a kanollit? Imádom, Vinnie. Markusnak ne adj, diétázik. Én nem. Vinnie, rakd ki tányérra. Köszönöm. Kértek mellé egy kis kávét? Remek ötlet. Az jó lenne, kösz. Gina, fél idő van. Átkapcsoljak a filmedre? Dolgom van, apa. Már úgyis mindegy, Ingrid Bergman mostanra félig megőrült. Szereti a régi filmeket? Ó, igen. Gina és én romantikusak vagyunk. Kamil, sötét győzelem. Szereti, amikor haldoklanak. A romantika nagyon fontos neked, igaz? Az én kedvencem a No Voyager. Nem. Abban Betty Davis szenved ugyan, de nem hal meg. Igen, de én a szenvedést szeretem, és nem a halált. Mondd csak, boldog leszel, Charlotte. Ó, Jerry! Minek nekünk a hold, amikor miénk a csillagok? Hé, Mel, hallottad? Szívből mondta. Néha filmkritikát írok egy lapnak. És az jól fizet? Nem, de van más bevétele is. Igen, a bátyám cégénél is besegítek néha. Ez már valami, igaz, Gina? Egy filmkritikus. Nem rossz? Látod, van fogalmam a romantikáról. Igen? Na, mesélj. Margó! Na, jól van, nekem még olvasnom kell. Á, vagyis menjek a fenébe, rendben. Megadom neked a címemet, Gina. Nyugodtan ugorj be, hogyha akarsz még próbálni. Tessék, vedd el. Nos... Nagyon örültem. Jöjjön máskor is. Szívesen, asszonyom. Ginának remek családja van. Tudod, ő szégyel minket. Apa! Nem vagyunk előkelők. Szerencsére. Viszlát. Viszlát. Minden jót. Szóval, kösz az ajándékot és a tanácsokat. Nagyon kedves tőled. Nincs mit. Van esetleg még kérdésed? Igen. Miért segítesz nekem? Imádok jótékonykodni. Viszlát később. Szia. Jól van. Igen, Mrs. Hewitt? Caroline, szerezd be kérlek az összes számot a Vanity Fairből és a European Life-ból. Azonnal. Juhu, hercegnő! Tessék, kész van. Már csak fel kell venned. Köszönöm, Margó. Jézusom! Ők azok! Kik? Everették! Erre jönnek! Nehogy meglássanak így! Jó, Istenem! Küldjenek egy tucatot abból a szörnyű francia libapüréből. Ó, elnézést, pástétom. Ne beszéljünk az acikláról. Nem értem, miért vagy ilyen. Nem értem. Mr. Butterhands, gyorsan, vásárlók! Na ne viccelj! Szolgáld ki őket, Gina! Mr. Butterhands, kérem! Au! Hé, hagyd abba! Engedj el, nem érted? Nem látod, hogy telefonálok? Gina, kérlek, hagyd abba! Ne csináld! Gina, szedd össze magad, elnézést, ütöd beléd! Igen, itt vagyok. Hol is tartottunk? Igen. Egy doboz kaviárt. Írja a többihez. Házak, fogadások, minden a pénzről szól ebben a családban. Semmi lélek. Hol van a munka, a boldogság, a szerelem? Elnézést. Gondolja, hogy fontos a szerelem? Helena. Nos, ön szerint is üzleti kapcsolat a szerelem? A szerelem... Helena, kedvesem. Persze, hogy fontos a szerelem, csak nem olyan biztos, mint egy jól átgondolt befektetés. Elég nagy ház kell ahhoz, hogy te és a te hőnszeretett férjecskét, kicsim, akár néha napján, amikor szükséges, ne is találkozzatok. Sinclair, kész vagy? Majd én viszem. Köszönöm. Helena! Gina! Helena mindent tud. Igen, tudom, telefonált. Ó, Jézusom, elmondta. Nem, senkinek sem szólt. Gyere be! Ez kezd meredek lenni. Igen, az élet nem egyszerű. Legalább te jól szórakozol. Kár, hogy nem láttam Helena arcát, amikor meglátta, hogy a nagy Sofia di Sarzanello kaviárt mér. Számodra az egész életem egy vicc, ugye? Nem, de ez mindig is csak játék volt. Játék? Igen. Várható volt, hogy előbb-utóbb megtudják. Akkor meg mi a gond? Te ezt nem értheted. Honnan is tudnád, milyen valamit nagyon akarni? Mindig mindent ezüstálcán kaptál. Már megbocsás, hamupipőke, de képzeld el, elnézést, elfelejtettem. Mondd csak, hány filmkritikát kell megírnod egy héten annak a bizonyos lapnak, hogy ki tud fizetni a lakbért, ha? Te nem tudod, hogy... Vagy esetleg abból telik ilyesmire, amit Sinclairtől kapsz. Vagy talán, persze csak talán, a mamitól kapod a csekkeket. Gondoskodunk róla, hogy ne nélkülözzön, igaz, drágám? Nem gondoltam, hogy ilyen is tudsz lenni. Szóval, kösz, hogy beugrottál. A zár néha beakad. Életemben mindent előre megterveztek. Barátokat, iskolát, karriert. Én tudom, milyen érzés az, ha más akarsz lenni. Imádom hallgatni a párokat, akik a Kínaiból jönnek ki. Néha elképesztő dolgokat mondanak. Én is hallgatózom. Igen? Tényleg? Szeretem ezt a környéket. Érzed? Mit? Mi van, te nem érzed? Ez olyan, mintha édes savanyú mártásból, szójaszószból, teriyakiból... És tengergyümölcseiből lenne a levegő. Igen, pontosan. Ismerős, a tűzlépcsőnk egy bolt fölött van. Én verandának használom. Emlékszem, egyszer bulit rendeztek a szüleim. Körülbelül 6 éves lehettem. Már legalább hajnali 3 óra lehetett, és én ott kuporogtam a tűzlépcsőn, pizsamában, és hallgattam, hogy mi történik. Volt nevetés, zene, és végül nem bírtam tovább, ezért muszáj volt megnéznem. Visszaszöktem a házba, keresztül mentem a hallon. Belestem, és senkit nem láttam. Úgy értem, az összes vendég hazament. Már csak anya és apa maradt. A konyhában táncoltak, nevetgéltek és bolondoztak, mint a tinédzserek. Mit csináltál? Berohantam a szobámba, és sírni kezdtem. Sírtál? Igen, mert azt hittem, hogy megőrültek. Én még kicsi voltam. Megijedtem, mert nem tudtam, hogy ők... szerelmesek. Gina, várj egy percet! Hogy lehettem ilyen hülye, de nem annyira hülye, mint te? Hé, megszédültél? Nem! Én igen. Friss levegő kell. Gina, nem vedd gyorsabban a szíved. Nyisd ki az ajtót! Várj, nem szédülsz, nem izzadsz, ez teljesen természetes. Nem. Gina, ugyan már! Gina, ne menj! Nagyon vigyázz! Gina, ne menj el! Gina! Szeretlek, Gina! Nem tehetek róla, Gina! Pofa be! Elég! Istenem. Dawson? Kérem a papírokat. Az akomban. Szerintem az a kifejezés, hogy fejre állt a világ, ebből a pozitúrából jön. Lehet, hiszen fejjel lefelé vagy. Tudod, hogy értem. Mint amikor észreveszed, hogy majd megőrülsz valakiért. Vagy csak simán megőrülsz. Van valami jó? A Prime New York ügynökség. Ki lesz az áldozat? Ne üsd bele az orrodat. Tudod, meglep, hogy te nem álltál fejre, Sinclair. Nem holnap van a nagy nap. Csak te és a hercegnő. Nem is izgulsz? De igen. Mr. Everett? Igen, Karen? Mrs. Hewitt van itt. Palmer? Ő meg mit keres itt? Szóljon, hogy várjon! Édesem, miért viselkedik velem a titkárnőd úgy, minthogyha... Palmer, édesem. Dawson, én csak... Palmer azért ugrott be, hogy megmutasson nekem néhány papírt. Gondolom, befektetésről van szó. Dawson, neked ehhez nincs semmi közöd. Igazad van, bocs. Elfelejtettem, mikor is jön vissza a férjed Arábiából. Ebből elég, Dawson. Rendben. Nem mondhatnám, hogy meglepődtem, hisz az a nagy szerelem a hercegnő iránt. Hogy én milyen bolond vagyok. Szóval ezeket az ingatlanokat neki szánod, igaz? Vagy inkább a papájának? Ez nevetséges. Sosem érdekel téged, ugye? Csak kihasználod, ahogy engem is. Kihasznállak? Ez a munkád. Nem mintha jól végeznéd. Sinclair. Nem, igaza van. És Ginának is. Hogy? Kilépek. Keres más balféket. Ó, hát ez érdekes. Mit csinálsz a család segítsége nélkül? Elboldogulok valahogy. Jó szórakozás, Sinclair. Megérdemled mindazt, amit a hercegnő adhat neked. Vinnie, figyelj! Holnap van az a bál, megvan a ruhám, megvan Helena ajándéka. Minden együtt van, kivéve egy apró kicsi részletet. Hát ez képtelenség! Mikor jön szembe egy szarvas az 5. sugárúton? Látod? Olyan szituációkat írnak le, ami nem történhet. Segíts bejutni a hercegnő lakosztályába. Ez sem fog megtörténni soha, hugikám. Vinnie! Szeretném, ha ez különleges este lenne. Sinclair életének legromantikusabb estéje lesz. És aztán? Meghívod a római villádba? Aztán meghalok. Azt mondom, hogy egy ritka betegségben szenvedek. Micsoda? Soha többé nem lát. Olyan szívet tépő érzés lesz, mint Ellie Megru a Love Story-ban. Te meghibbantál, tudod? Te vitted a bőröngyeit. Mert ő kért meg rá, hogy bevigyem. A csomagtartóba bújok. Azt hiszed, hogy ez egy film, Gina? Miért? Van jobb ötleted? Na mindegy. Mi az? Emlékszel, hogy jutottam be Marty pólóval Madonna öltözőjébe? Ez egy képtelen ötlet, Gina. Nekem tetszik. Úgyis egy kis izgalomra vágytam. Mint Judy Garland. Gyerünk, fiúk, indulás! Mentsük meg a hercegnőt! Floyd, én ismertem Judy Garlandot. Ő nagyon jó barátom volt, de te nem vagy Judy Garland. Margo, ugyan már. Csak annyit kell tenned, hogy eljátszod a titkárnőmet. Hogy előkelőbbnek tűnjek. Figyeljetek, mind viseljünk sötét szemüveget. A testőrök mindig sötét szemüveget hordanak. Van néhány édi kis nyaklánc a szekrényben. Csodálatosak. Én még már tudom, milyen rucink lesz. Ti tényleg azt hiszitek, hogy ez ennyire egyszerű? Egyszer, csak egyetlen egyszer. Miért nem tud az én lábaim elé heverni egy gazdag pasi? Na, mi lesz, Margo? Add meg magad, mielőtt még begurulok. Jól van! Egy-két há, 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 egy-két há. Bocs! Bocs! Viszlát később! Jó munkát! Kösz! Dawson. Maradjuktom, megértetted? Fegyver van nálam. Ne feledjétek! Csak is Margo és én beszélhetünk. Lefty mondhat egyetlen olasz mondatot. Nagyon kell sietnie, hercegnő. Halljam! Dovremo, veramente, sbigrácsi, signorina Contessa. Jó. Bene. Remélem minden simán megy, Gina. Egy óra múlva van egy fuvarom. Én nem tudok akcentust. Te puertorikói vagy, neked már van. Csak mondd, hogy sí vagy no. Ez menni fog. Vinnie, figyelsz rám? Igen, mondd. Jól van. Meredek lejtőn mész felfelé egy egysávos úton, és szembe jön veled egy másik személyautó. Kinek van elsőbsége? Lejtő... egysáv... Nem áll jól a kétsoros zakó. Olyan szökletessé tesz. Jó ez. Gondolod? Hol van lejtő Manhattanben? Csak válaszolj a kérdésre, Vinnie. Rendben. Nekem van elsőbségem. Miért? Nagyobb a kocsi. Vinnie, vigyázz! Nem látsz a szemettől! Hé, kisapám! Az 56. oldal szerint nekem van elsőbségem! Olvasd el újra, idióta! Vinnie, próbálj meg minket épségben eljutatni a szállodába, jó? Én vagyok az egyetlen, aki elolvasta, ezt pedig nincs is jogsim. Én azt hittem, megújítod. Ne parázd, Margo. Mi a frász csinálsz? Bocsánat. Rendben, készen vagytok? Viselkedjetek úgy, mintha enyém lenne a hely. Igen? Változott a programod. Miért? Emlékszel a hercegnőre, akinek a csomagját vitted? Igen. A Kennedy repülőtéren van, menj érte. Most? Igen, most. Kérlek, próbáld feltartani őt, jó? De hogyan? Találj ki valamit. Kösz. De... Dovremmo veramente sfigarci! Basta! Jó estét! Sofia di Sarzanello hercegnő szeretne bejelentkezni. Á, igen, Isten hozta. A hercegnő csomagjait kívánsága szerint féltve őriztük. Már is felvitetem a lakosztályba. Nekem csak egy aláírás kell. Igen. Signorina Contessa? Köszönöm. És természetesen meg kell néznem a hercegnő útlevelét. Hát dovremo veramente sbigarci, signorina Contessa. Sì. Hogy mondták? A déli appuntamenti, come mai questo ritardo? Elnézést, de a szobát előre kifizették. A hercegnő saját érdekében kérem az útlevelét, ugye megérti? Ragaszkodom hozzá. Hát persze. Signorina Contessa. A táskájában van, hercegnő. Nézzen bele. Köszönöm. Margó, ez elképesztő volt. De honnan? Egy albumból vágtam ki a képet, a többit Iván csinálta, tudod, az ő múltjával. Elég sok mindent tud. Hé, nem csak te készültél a szerepre, barátnőm. Mr. De Niro, hányszor akarod elsütni azt az egy mondatot? Nem mondtátok, mikor mondjam, oké? Okay? Elnézést, felségem, de nekünk dolgoznunk kell. Jól van, Lefty Floyd? Carlos, mozgás! Azt odaragd, odaragd. Lefty, te oda. Na. Úgy vezet, mint öreg lány. Hajtson! Éhes vagyok, vágyom szobámba. Éhes, tudok ajánlani egy remek helyet. Maga? Nem ajánlgat maga. Azt hiszi, eszem nyilvános helyen? Nem hiszek én semmit, kisanyám. Hogy? Nem meri arcátlankodni? Látja? Én nagyon jól beszélek nyelvet. Bestia ignorante. Hát, Gina, tartozol nekem? Ó, Jézusom! Teljesíteni akartam, amit kért, hogy mielőbb érjünk oda. És véletlenül átmentem a piroson. Oh no, most megállítják! Az a legkevesebb, tudja, nincs jogosítványom, és ha ezt a zsaruk megtudják, bekaszlíznak. Beszólhatok a központba, hogy küldjenek egy másik sofőr, de órákba telhet még idején. Idióta! Stupido! Jogosítványt, forgalmit... Vini! Te vagy az? Márti! Márti Póló! Vini, 1000 éve nem láttalak! Igen, én ám... Tudom, hogy nagy szabálysértést követtem el. Hé, hogy van Gina? És a szüleid? Jó, de... Súlyos szabálysértést követtem el. Apám, én lehidalok. Szép egyenruha, előkelő kocsi. De 90-nel mentem, Márti. Hé, ne is törődj vele. És a piros lámpa? Figyelj, így egában vagyunk. Tartozom neked, bevittél Madonna öltözőjébe. Semmivel sem tartozol, Márti. Tudom, hogy sietsz, úgyhogy hajts tovább. De üdvözlöm a családodat. Induljunk! Én ezt nem hiszem el. Ó, milyen csodálatos srácok. Köszönöm. Most már te jössz, Gina. Sok sikert, Csikita. Köszönöm szépen. Mindent belehercegnőm. Nehogy akár egy folt is legyen ezen a ruhán. Igen, igen, tudom. Majd nagyon szorítok neked, Gina. Köszönöm, Margó. Ah, Istenem. Egyszer. Oh. Jézusom! Hol vagyunk? Úristen, azt hiszem, eltévedtünk. Értem, egy újabb kis játék. Jól figyelj rám, te tökkelütött stupidó állat. Menhetembe akarok menni. Én meg azt szeretném, ha már ott lennénk. Megpróbálok kikeveredni innen. Csak gyorsan, enni akarok. Már is nyitom. A hercegnőnek. Ó, mennyire szép. Te meg mit keresel itt? A bálba igyekszem. Jó, majd ott találkozunk. Nem, beszélnünk kell, rólunk. Nincs miről beszélnünk, csak megcsókoltál. Olyan volt, mint gyerekkoromban, amikor feltöltöttem elektromossággal, megfogtam valamit. Nagyon romantikus, egyébként már nem emlékszem rá. Hadd emlékeztessek. Menj, máshol töltődj fel. Várj! Gina! Ne csináld ezt! Miért ne? Sinclairnek viszonya van. Palmerrel. Egyáltalán nem érdekled őt. Ezt nem hiszem el. Ez az igazság. Csak kihasznál. Bármit kitalálnál, igaz? Hogy süllyedhettél ennyire mélyre? Azt hiszi, gazdag vagy. A hercegnő apját akarja becserkészni. Dawson, te nem tudod elviselni a gondolatot, hogy két ember igazán szereti egymást, igaz? Hogy várhatnám, hogy megértsd, amikor olyan durva és cinikus vagy? Megőrülök, érted? Ezért vagyok cinikus. Nem tudok aludni, folyton csak rád gondolok. Durva vagyok? Kérlek, menj el. Igen? Sinclair? Hát persze. Adna nekem még 5 percet? Akadt egy kis probléma a hajcsavarókkal. Igen. Ciao. Sinclair útban van fölfelé. Kérlek, menj el. Én is romantikus vagyok, bár nem hiszed. Sinclairrel nem lesz happy end. De... Nem érdekel. Hisz a te hősnőid mind meghalnak, nem? Sinclair mindjárt itt lesz. Gina, akár boldog is lehetnél. Hagyd a fenébe az egészet, és mi ketten boldogan élhetünk. Rendben? Még nem hagyom abba. És főleg nem miattad. Választanod kell. Egy húsvér férfi... Ó, ez ultimátum. És egy mesebeli hős között, ráadásul Sinclair nem is az. Nem szereted őt. És ő pláne nem szeret téged. Tévedsz. Én téged nem szeretlek. És most... Tűnj el végre az életemből. Jól van. Éld úgy az életedet, mint egy régi filmet. Viszlát a bálban, hercegnő. Nehéz tízen, inkább nézze a dolgok jó oldalát. Azt csinálok, amit akarok, és amikor akarok. Jó, hisz tízen. Onnan legalább jobb a kilátás. Ennek semmi agyam nincs, idióta. Na, ez nem is az. Áú! Megütötte maga? Én vagyok nagyon boldog, teli szájjal nevetek. Hallotta? Hallottam. Hallottam! Sinclair, köszönöm, hogy várt rám. Milyen jól néz ki. Hogy lehet, hogy maga minden alkalommal egyre szebb? Grácie. Ön olyan kedves. Jöjjön, jöjjön, üljön le velem. Megkértem a személyzetet, hogy menjenek el. Van még egy kis időnk. Hát persze. Ez csodálatos. Nem kellett volna. Ó, ez semmiség. A konyhából hozattam fel. Na, kész van? Kész vagyok. Most mi van? Úgy néz ki, mint egy mennyét. Egy mennyét. Hát ez nagyon vicces. Kár, hogy nem vágtam meg magam. Azt imádnám, mi? Oké, vajjál, lekik hozzám, mi a kombinátor? Mi a baj? Csak egy kis kosz. Sporco maiale maleducato, cameriere, maiale, dove? Na, ebből elég. Ascoltami! Mia viziata bambina, ascoltami, bene? Mi? Rad? Non so come tu te la cavi a parlare così in Italia, ma in questo paese dovresti ingentilirti subito! Capisci? Még senki se nem beszélt így velem. Pedig rád fért volna. Honnan tudsz olasz? A nagyapámtól, aki illemre is tanított, de hogy elnézem, neked még van mit tanulnod. A fél éjszakát a kocsi alatt töltöttem, és elég volt. Szállj be az autóba, jó? A rókám! Nyugi, ez már nem érez. Elviszlek a szállodába, de nem akarlak se téged, se az átkozott kutyádat hallani. Ez a kaviár romlott. Ó. Oh. Nem baj. Örülök, hogy kettesben vagyunk, mert... Sofia. Nem tudom elrejteni az érzéseimet. Kérem, ezt fogadja el. Ó, oh, Sinclair. Megkérhetném, hogy ne tegye? Ó, bocsánat. Jó estét. Ó, tényleg? Igazán? Hihetetlen. Hát ez fantasztikus. Ó, a bátyám, elnézést. Bocsánat. Nyugalom, lélegzetelállító vagy. Persze. Komolyan mondom, csodásan nézel ki. De most figyelj rám. Kitartás. És ne feledd. Légy büszke arra, hogy Everett vagy. Hölgyem, bekísérlek. Elnézést, hercegnő. Jó estét. Buonasera. Ó, igen. Micsoda megtiszteltetés. Helena, oda nézz! Remélem, ma este sokat tanulsz a hercegnőtől. Hiába le se tagadhatná az őseit. Gondolod? Szóval, miért nem mész oda hozzá? Ő akarta így. Ne add fel ennyire könnyen. Esélyt sem ad nekem. Ez nem igaz, te fafejű. Rámenősebbnek kell lenned. Vesd magad a lába elé. Nem vetem, mert nem érdekel, Hugi. Na, minden rendben ment oda bent? Hagyjál! Amíg várakoztam... hát nem mindegy, tessék. Köszönöm. Ne, kérlek. Ott állok enni egyedül. Fogd. Tunkolsz? Elnézést, nagyon éhes vagyok. Figyelj, hercegnő, te szereted az olasz kaját? Vagyok. Sofia, még nem találkoztam önhöz fogható. Tényleg? Maga gyönyörű, intelligens. Ugyanakkor... Igen? Elnézés, de ön és édesapja hozzáértésével elég nehéz lehet New Yorkban üzletet kötni. Kérem, ne tartson tolakodónak, de megtiszteltetés lenne, ha önnel tarthatnék. Velem tartana? A felfedező útján. A vacsoránál említette, hogy ingatlanokat keres. Szerintem ön volt az, aki említette. Tényleg? Akárhogy is, én tudok néhány remek befektetést. Megnézhetnénk. És utána még szakíthatnánk időt másra is. Első bálozók. Miért nincs még itthon? Mell, még csak 9 óra. Mi a baja a mi életünkkel? Fiatal. Igen. Álmodozik. Azzal nincs is baj. De az én gyerekeim ne keveredjenek kékvérűekkel. Anya! Apa! Bemutatom Contessa Sofia di Sarzanellót. Éhesek vagyunk. Az ingatlanok, amiről beszél... igen, az egyik Greenwich Village-ben van, a másik a városközpontban, és a harmadik a külvárosban. Nagyon felkészültnek tűnik. Ez a három nagyon jó árban van. Az édesapja biztosan elégedett lesz. Csak az önérdekeit tartom szem előtt. Ingatlan? Szeretném, ha annyit gondolna rám, mint én önre. Ezért adtam a nyakéket is. Amikor viseli, gondoljon rám. És persze a Miller és Gilbertre. Ó, hogy milyen hülye voltam. De honnan tudhatná, hogy melyik a legjobb befektetés? Ezért én... Hol az előkelő modora? Azt csak kölcsönözte, mint mindenét. A Palmer? Ez egy elsőosztályú csaló, Mrs. Everett. Kezdettől tudtam, hogy átver. Palmer, elég! Helen, a csönd! Ez igaz? A Vanity Fair nem hazudik. De hát mit jelentsen ez? Mi folyik itt? Kicsoda maga? Gina Leonarda Nardino. Brooklynból. De azt nem tudom, hogy maguk kicsodák. Na mi az? Miért nem mész utána? Első a család, Huki. Sinclair, jól vagy? Istenem. Hogy így megszégyenítsen egy senkiházi nőcske. Na, ő? Nem is szégyenített meg. Azt tudod, milyen bátyó? Dawson! Ó, kisfiam! Dawson! Mondd meg Helenának, sajnálom, hogy elrontottam az estét. Túl fogja élni. Telefonáltam Margónak, megkértem, hogy jöjjön értem. Remélem, jól vagy. Dawson! Végig igazad volt, ami kettőnket illet. Amikor megcsókoltál, zakatolt a szívem, és szédültem, zavarban voltam. Ugyanazt éreztem, mint te. Sajnálom, hogy bántottalak. Gina, nézz rám. Nem tudok. Biztos olyat akarsz mondani, amitől majd jobban érzem magam, mert olyan édes vagy. Mást mondok, Gina. Seggfej vagy. Igen. Majdnem elvesztetted a férfit, aki szeret. Azt mondtad, hogy csak majdnem. Táncolsz velem? Hiszen én csak nyomorékká teszlek. Ne aggódj. Vasbetétes cipőt vettem fel. Miss Pamela Whitney! Következik Mrs. Wallace, Eden Everett lánya. Contessa Margareta Vincenta di Messina. Jó estét! Csodálatos, igaz? Igen. De itt a levegőnek nincs édes savanyú mártás és szójaszósz szaga, mint ott, ahol te laksz. Nem is olyan tökéletes ez a hely, ugye? Biztos maradt egy kis cannoli Nardinoéknál. Igen? Mi a baj? Nem vagy éhes? Még! Még! Kérem! Igen? Majdnem éhes! És kisebb kicsit! Tessék, parancsolj! Zártás még! Igen! Hagyom! Szalud! 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 Mindjárt visszajövök, Iván. Addig próbálj viselkedni. Mi baj van? Nem tudom. Hozok orvost. Ne, maradj itt. Úgy érzem, hogy nekem már túl késő. Végem van. Nem ironikus, hogy mire rájössz, kit is szeretsz valójában a férfi hirtelen drámaian. Az utolsó, az utolsó. Nem, te nem halsz meg. Téged élve akarlak. Köszönöm, Istenem!